Először adott otthont vajdasági település a néphagyományőrző óvodapedagógusok nemzetközi találkozójának. A kishegyesi rendezvényen több mint 200 óvónő vett részt. A kétnapos program első napján a Pán Péter iskoláskor előtti intézmény látta vendégül a Kárpát-medencéből érkező óvónőket. Az óvoda társszervezőként áll a mostani találkozó mögött. Hogyan épült fel ez a találkozó? Miben segítettek önök? Szinte mindenben mondhatom, hogy az intézményünk, tehát a magyar tagozatok mindenben segítették ezt a rendezvényt, és társszervezőjei vagyunk nem csak abban, hogy most vagyunk társak, hanem az elmúlt 15 évben is mindenféleképpen társak voltunk ebben a szervezésben, illetve a találkozókban. Jó magunk is sokszor részt vettünk a külhoni, illetve mi vagyunk a külhoniak, ugye is a külföldi magyarországi erdélyi továbbképzéseken. Ez most egy nagyon nagyszerű dolog volt, és nagyon nagy öröm volt számunkra, hogy végre ott, ahol jártunk, azok a kolléganők, óvodapedagógusok is eljöhettek hozzánk, és végre megmutathattuk a mi szép óvodánkat. Hogyan mutatná be ezt a Pán Péter intézményt? Hát az intézmény, mint maga, ugye természetesen a minisztérium által előírt program szerint dolgozik. Minden más program, ami azon kívül, tehát az alapprogramon kívül, ugye minden óvónő fölépíti a gyermek szükségleteinek megfelelő célú és feladatú terveket, ami alapján dolgozunk egész évben. Ami a néphagyományt illeti, mivel hogy ez az esemény ugye a néphagyomány jegyében született, és él és éltetni is fogjuk még remélem nagyon sokáig, tehát ennek egyében vannak néphagyományőrző sarkok, amelyeket berendeznek, az óvónők ápolgatnak. Hogyha a sarok nem létezik, akkor bizonyára néphagyományos. Tehát szinte ez mindenféleképpen faluhely, itt még élnek igazából a hagyományos dolgok, és ezeket szeretnénk éltetni. Ebben nem csak a kolléganők, hanem szinte az egész falu szülők, inkább talán nagyszülők, akik emlékeznek még régi dolgokra, és tudnak bennünket segíteni, egyéb saját gyűjtésből is, tehát sok mindent behozunk az óvodába, és mindig tudunk valami újjal szolgálni. Ugye idézet szerint, amikor a régmúlt időkről beszélünk, akkor a jelenhez szólunk, ugyan ebben a pillanatban is nem csak most természetesen, hanem folyamatosan megmutatjuk hagyományainkat, éltetjük azt, nem szégyeljük azt kivinni az utcára, a falunak, másoknak megmutatni, prezentálni szülőknek, csak azért összehívni, hogy lássák azt, hogy él még itt a hagyomány, azon kívül, hogy modern napjainknak megfelelő kort élnek a gyerekek az óvodában, és ugyanígy a szülők, nagyszülők is. És azt kívánom, hogy éljen még sokáig ez az esemény. Társszervezőjei vagyunk a rendezvénynek, már régen, tehát amióta megalakult a Magyar Óvodapedagógusok Egyesülete, akkor természetesen Kishegyesen volt az első állomáshely, ugye, a színjátszó, a vajdasági magyar óvodás színjátszó találkozóknak, ugye nagy részben a hegyesi kolléganők vettek ebben a munkában részt, 10 évig itt élt, és most bizonyítéka annak, hogy itt Kishegyesen legsikeresebb az a találkozó, amely minden májusban szerveződik meg, ugye, itt a legsikeresebb, mert újra tömegessé vált a rendezvény. Tehát mindenféleképpen Hegyesen van a világ közepe. A szombati program Vrebalov Mária törökbecsei óvónő képeslap kiállításának megnyitójával indult. Itt üdvözlőlapok vannak, alkalmi üdvözlőlapok, ilyen születésnapi, karácsonyi, húsvéti, névnapi, minden ilyen üdvözlőlapok vannak, amit én nagy örömmel és szeretettel készítek, hogy elküldöm a rokonoknak, ismerősöknek, én örömmel, hogy őket, nekik is örömet szerezzek. Milyen technikával készülnek ezek a lapok? Technika, többféle technika. Ez az egyik technika jön a többi után, mikor már készítem, akkor az ötletek jönnek. Van fehér hímzés, úri hímzés, horgolás, csipke, keresztöltés, szalvita technika. Mit üzen ezekkel a képeslapokkal? Szeretetet, örömet, hogy mindenki örüljön. Az itt kiállított darabok mikor készültek, mennyi munkába telt ezt elkészíteni? Ez, ami itt van, hát egy 3 hónapi munka volt. A mai naptól mit vár, illetve ettől a találkozótól? Az, hogy
sikeres legyen elsősorban a kiállítás, és hogy örömet szerezzek mindenkinek. A tárlat bevezető után Korhec Tamás, az MNT elnöke nyitotta meg azt a műsorsorozatot, amelyben vajdasági települések óvodái színdarabokkal mutatkoztak be a Kárpát-medencéből érkező óvónőknek. Szeretném itt önökkel megosztani azt a gondolatomat, hogy a Magyar Nemzeti Tanács nem csak tiszteli, méltányolja és elismeri azokat az erőfeszítéseket, amelyeket a vajdasági magyar óvoda pedagógusok folytatnak a néphagyományőrzés mozgalmán keresztül, és amelyet önök folytatnak a Kárpát-medencében ezen mozgalom keretében. Lehetőségeinkhez mérten ezeket az erőfeszítéseket támogatjuk. A Vajdasági Magyar Óvoda Pedagógusok Egyesülete volt a találkozó főszervezője. Az esemény 15. alkalommal került megrendezésre. Ez már a 15. alkalom, hogy Magyarországon ezt egy éves szinten megrendezik, általában áprilisban, és tavaly jött az a kérés, csak úgy finoman utaltak rá, hogy ők kilépnének már az ország határa, az ő országukon kívülre is, és hát mivel én nagyon sokat tevékenykedek ott, ismerik a tevékenységemet ott is, itt is, és hogy Anna... Nem lehetne eljutni oda, és én nagyon bátran ráválaszoltam, hogy persze, mi nagyon vendégszerető emberek vagyunk, és nagyon-nagyon nagy szeretettel fogunk benneteket várni. Megmondom őszintén, én akkor naívan azt hittem, hogy hát egy 50-60 fő fog majd érkezni Kishegyesre. Azután az utolsó 2-3 hét bebizonyította, hogy bizony nagyon kíváncsiak mi ránk, és hála jó Istennek, és 200-an érkeztek a Kárpát-medencéből, Erdélyből, Székelyudvarhelyről és környékéről, aztán a Párciumból, Nagyváradról, néhányan vannak Felvidékről is. Kárpátaljáról sajnos nem tudnak jönni, mert ide hozzánk komoly vízum kell, és a többi pedig Magyarország különböző központjaiból. Én a nagyvárosokat tudnám most mondani, mert a közéjük hozzájuk tartozott nem tudom mind, de itt van például Pécs, Tata, Miskolc, Sárospatak, ezek a nagy központok, Gödöllő és a hozzájuk tartozó óvodákkal. A kishegyesi óvoda, az öviki volt az első nap, a pénteki nap, tehát azt az igazgatónőjük és a dolgozók, az óvonők teremtették, valósították meg, gyönyörűen rendbe hozták az óvodát, környékét is, a tantermeket is, vagy csoportszobákat helyesebben. Az én fő feladatom, mint mindig, átfogni a vajdasági magyar óvodákat, a Tisza mentétől egészen Szent Tamás és Újvidék. Én nagyon-nagyon örülök, mert Újvidék is itt van a 3 éves kis magyar csoportukkal. Az, hogy néphagyományőrzés és népművészet nagyon-nagyon fontos nekünk fokozottabban alkalmazni és ilyen módszerrel dolgozni az óvodákban. Valahol nem ült el az óvónők tudatában, de nem csodálkozom, 6 olyan évtized van mögöttünk, ami igyekezett tövestül kiirtani a néphagyományainkat, és tehát valahol az óvónőkben kellett ezt tudatosítani, hogy a népművészetben, a népművészeti alkotásokban, a hagyományainkban minden megtalálható. A zeneművészettől kezdve a szókincsbővítéssel keresztül a testnevelésig, a fiú játékok, a leányjátékok, és valamikor ezek arra szolgáltak, hogy ezt a tömérdek agresszivitást, amit visz magában minden ember, mert a kicsi is arra van teremtve, hogy az erejét kipróbálja, tehát ezekben a játékokban megtalálta, ilyenek a hidas játékok, a versenyjátékaink, dobójátékok, stb. Botos játékaink a fiúknál egyáltalán nem ismerték az óvónők. Ezt magyarországi előadók segítségével tudtam behozni az óvodákba is. Feszültséget vezetnek le ezek
ezek a játékok, és ezekre nagyon nagy szükség volna ma, akkor, amikor a gyerekek a televízió és a számítógép mellett ülnek. A táncművészet, a néptánc viszont tartást ad a lányoknak, fiúknak és lányoknak, és később tanulhatnak ők balettot, bármit, de amit a néptánc nyújt, azt a gyönyörű testtartást, és mikor azt mondja, hogy ringa dereka, hát ez egy különös nőiességet ad a lányoknak, és a szoknya viselete, ezt is nagyon szeretném visszahozni, hogy mondjuk kell a farmer, ne, de hogy vagyok ellene, de mikor mit, hogy egy gyöngyös bokritára ne menjek el farmer nadrágba. Tehát ilyen dolgokra nagyon fel kell hívni a szülők figyelmét, és erre a pedagógusok az első számú pácienseink, akiknek ez a feladata. Korunk kihívása a népművészeti értékek átadása az óvodákban. Ez volt az összejövetel fő témája. Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, egy csodálatos két napnak a közepén tartunk még mindig. Székelyudvarhelyről 23 óvónővel érkeztünk, 7 óvodából, összesen 8 óvodája van a városnak, tagóvodákkal együtt, és tényleg csodálatos az, ahogy a határokat így át tudjuk ívelni, szó szerint átívelni, hiszen majdnem 1000 kilométerről érkeztünk, és ugyanazt a nyelvet, ugyanazt a dallamot halljuk itt is, mint otthon. Magyarok voltak, vagyunk, és lesznek még ezután is, főleg, hogyha mi az óvodai munkánkat így tudjuk végezni, és a hagyományokat így tudjuk nem csak őrizni, hanem éltetni és továbbadni a gyerekeink számára. Hogyan épül be a hagyományőrzés az óvodák hétköznapjaiba ott Erdélyben? Szerintem természetesen és magától értetődően, hiszen az elmúlt időszakban mi is úgy kellett őrizzük és átadjuk a hagyományokat, hogy az lehetőleg kifele minél kevesebb mutogatással történjen, de a szívünkbe, a lelkünkbe hordtuk, az ereinkbe csörgedezett ez a vér, és fog ezután is. Tehát mi nem is neveznénk olyan különleges tevékenységnek vagy foglalkozásnak, mert nekünk természetes, hogy ezt végezzük. Konkrétan hogyan őrzik a hagyományt? A választható tevékenységeink között szerepel a néptáncoktatás, természetesen a gyerekek sajátosságainak megfelelően. Olyan tánclépéseket, technikákat tanítanak meg táncoktatók, amelyeket ők is el tudnak sajátítani, és ezt különböző alkalmakor be is tudják mutatni. Ezen kívül kézműves tevékenységeket szervezünk. Ez természetesen sok alapanyagot igényel, és ezt pályázatok útján tudjuk elérni. A szokásos, hagyományos ünnepeink éltetését megelőzően a felkészülési időszakban a szülőkkel együtt készülünk, és az ünnepeket is végig a szülőkkel együtt éljük meg, és ünnepeljük meg. Ha nincs bó, ha nincs kalács, mit tesz az ember? Köszönti a vendéget, mert szeretettel. Nem hagyományőrzésről beszélünk, hanem hagyományéltetésről. Számomra ez a legnagyobb üzenete, és ez a legfontosabb. A tegnapi előadótól is azt hallottuk, hogy a hagyományt éltetni kell, tehát funkciója kell, hogy legyen, mert őrizni a dolgainkat kell, a cserepeket, a szőtteseket, de a gyerekekkel éltetni kell. Hogyan mutatná be az Önök egyesületét, szervezetét? A Szónék, így röviden, tehát Szentendrei Óvonyok Néphagyományéltető Közössége, már 21 éves, azóta együtt van ez az alkotó közösség. Szentendrének néphagyományéltető óvodáit fogja össze, tehát ezekből az óvodákból vannak ebben a közösségben az óvónők, de hála Isten a környékünkről is jó néhányan járnak ebbe a közösségbe. Hát a közösségünk ez alatt a hosszú idő alatt 3 kötetet adott ki, szájról szájra, kézről kézre címmel, amelyekben különféle játékfűzések vannak.
az esztendő jeles napjaihoz kapcsolódóan, a mindennapi tevékenységekhez kapcsolódóan és történelmi eseményeinkhez. Nagy-nagy örömmel láttam a kishegyesi óvodákban, hogy ott van a polcon, a szájról szájra, néhány kötete, és nem porosodik, forgatva van a leghasználtabb könyvek. Annyira megmelengette minden szentendrei óvónő szívét, hogy használják, és itt látjuk. Csodálatos, amit csinálnak. Köszönjük szépen. Innen milyen új élményekkel tér haza? Mi az, amire felfigyelt itt nálunk? Hát a fogadtatás az egyszerűen lenyűgözött bennünket, minden óvónő várt bennünket. Szépek az óvodák, látszik az óvónőknek a lelkes munkája, és hát az, hogy egyek vagyunk. Most itt a gyerekeket látva Kodály szavai jutottak eszembe, és az a gondolat a Kodálynak, hogy a népi kultúra nem csupán a paraszti életnek a visszhangja, hanem az egész magyar léleknek a tükre. Magyarországon mennyire van jelen az óvodákban a néphagyomány őrzése? Én mindig azt mondom, hogy minden magyar óvónő néphagyományt éltet, hiszen a gyerekdalok, a mondókák, a mesék a népi kultúrából valók. Mi néphagyomány éltető óvonők egy kicsit talán azzal teszünk többet, hogy próbálunk egy kis életteret varázsolni köréjük. Mert ezek csak úgy önmagukban lógnak, nincs gyökerük, de hogyha egy kicsi életteret, amit itt is látunk, azt oda varázsoljuk, a gyerekek számára sokkal élményszerűbb lesz az egész. És ez a legfontosabb, amit egy hagyományéltető óvónő tehet. És ez az együttjátszás, hogy óvónő nem hagyja magukra a gyerekeket, hanem együtt játszik, együtt tevékenykedik velük, ez a legfontosabb. Mi azon szerencsés helyzetben vagyunk, hogy már 6. éve kapcsolatot ápolunk a Vajdasági Óvónők Egyesületével, és mi már többször eljutottunk ide, ők ugyanúgy mi hozzánk, tehát mi nálunk már egy baráti kapcsolat épült ki. Ennek a programnak tulajdonképpen alternatíva, mi azt az elnevezést adtuk, hogy határtalanul. Mert a magyarság bárhol él a világban, a határokat nem lehet megszabni. És ennek a találkozónak tulajdonképpen ez az üzenete, hogy hiába választ el bennünket esetleg egy határvonal, mi akkor is egymásra találunk. És most a 15. találkozó kapcsán nagyon boldogok vagyunk, hogy így tudtuk megoldani, hogy első napon a határon, Magyarország határán belül, és a 2. napon pedig magyar határon kívül, a magyar barátainknál lehetünk. Hogyan kell, hogy megjelenjen az óvodák hétköznapjaiban a néphagyományőrzésen szerint? Hát a mindennapokban mindenképpen. Minden napba bele kell vinni, belecsempészni, és mindig az életkori sajátosságnak megfelelően. Tehát erőltetni, kényszeríteni nem szabad. Amit a gyerek befogad, azt kell picit szélesíteni, bővíteni, de erőltetni soha nem szabad. Milyen eszközökkel tudja ezt egy óvónő tenni? Az óvónőnek nagyon változatos módszereinek, és ahogy tetszett mondani, eszközeinek is kell hozzá lenni. Az eszközök mindenképpen a népies jelleget sugallják, a módszerek pedig a szeretetteljes teljesség jegyében. Milyen élményekkel tér innen haza? Én már korábban is nagyon jó élményekkel tértem innen haza, és amint látom most a gyerekeknek a játékát, látom az óvónéniknek azt a lelkes felkészítését, az, ahogyan oda teszik a gyerekekkel magukat a színpadra, csodálatos érzésekkel fogok hazatérni. Fogunk a testületemmel. Meg azt hiszem, hogy a találkozó minden résztvevője. Az 1948-49-es emlékmű megkoszorúzásával zárult a néphagyományőrző óvodapedagógusok 15. nemzetközi találkozója Kishegyesen.